Marad a reménye az Aegis Körmennek. 6 pontos hátrány, 5 perc. White kipasszolja, Ferenc áll bele a hármasba, ez bent van! Ferenc Csaba óriási megkönnyebbülés és sóhaj szakadt ki belőle, mert eddig nem dobta be ezeket ma. És ezzel 3 pontra följön megint a Körmen. Na most lesz! Egy triplával átveheti a vezetést a Körmen. 2,5 perccel a döntő második mérkőzésének vége előtt. White. Jön Ferenc az elzárásból, beleáll a hármasba, és bedobja Ferenc Csaba! Vezet az Aegis Körmend! 63-62! Na most aztán robban a csarnok! Nem olyan régen még 58-52 volt a Falkónak, és a Körmend tud újítani. Egyelőre nem nagyon van szabad ember. Perl nem dobja be, Doktor megszerzi a labdát, nincsen tehát Falkó kosár. White elől. Közelebb tud-e jönni a Körment, Ferenc beleáll a triplába, és bedobja Ferenc Csaba! 66-66! 11 pontos Fepu a végére elkapta a fonalat! Azt a mindenit, micsoda hangulat! Hú! Hát ezért érdemes sportolni, hogy az ember egyszer ilyen közönség előtt játszon. Váradi! Ez újabb falt, ezúttal Gordon, neki is még csak ez a harmadik, csapat szinten a negyedik. 27 másodperc van hátra a meccsből. Ha a Falkó kosarat szerez, akkor lehet majd tovább gondolni a mondatot. Kérdés, hogy tudnak-e kosarat szerezni. Váradi, ha nem szereznek kosarat, akkor viszont a győzelemért támadhat majd a Körmend. Váradi még megforgatja Gordont. Váradi egylábas bedobja! 15 másodperc maradt. Egészen pontosan 15,5. Nincsen időkérés. Konstantinides akart valamit rajzolni, nem kérhet már időt. 2 pontos Falkó előny, egy triplával megnyeri a meccset a Körmend, egy duplával hosszabbítás következik. White még mindig, Ferencet akarják megjátszani, Ferenc megkapja, kiváltanak rá, Ferenc beleáll, bedobja! 2,1 másodperccel a vége előtt rohannak be az emberek, de nincs még vége a meccsnek, hát 2,1 még van, Ferenc Csaba, atya világ, mit csinált? Mit csinált? Bedöntötték a nézők közben a korlátokat, és ők mennének ünnepelni. A biztonságiak mindenkit próbálnak kiterelni. Ferenc Csaba extázisban dob egy 3 pontos, és ezzel vezet az Aegis Körmend. Azt a mindenit! Hát ez valami egészen elképesztő. Ferenc Csaba, de jó az öreg a háznál! Ez nem... 69-68. Screen. 5 tizedre állítják vissza az órát egyébként a játékvezetők. 5 tizedre. Na tud-e még csinálni bármit a Falkó? Nem, és ez azt jelenti, hogy egyenlít az Aegis Körmend. 69-68-ra megnyerik a döntő második mérkőzését, és ezzel kiegyenlítenek a bajnoki döntőben, egy-egy tehát, a folytatás pedig majd kedden következik Szombathelyen. A végeredménnyel nagyon-nagyon gyorsan búcsúzom. Aegis Körmend, Falkó, Volvo Alpok Autó, 69-68. Egyébként technikait reklamált, floppér, azaz, hogy eljátsza a szabálytalanságot a kis amerikai, ezt mutatta a bírónak Váradi Benedek. Úgy szerint egy picit rájátszik az irányító. Stokes tovább, Savic, Ferenc. De tudja jól egyébként a Falkó is, hogy Ferencet ki kell venni a játékból. Savic szerez támadó lepattanót, de csak ideglenesen Barács elől, megint zicser. És jön Konstantinides időkérése. Perl. Jön a betörés, Perl beleáll a tempóba, de ezt most kihagyja. Per Zoltán 3 rádobása volt az első félidőben, csak egy ment be, büntetőből is csak 50%-os volt. Stokes.
dob egy triplát, megint elkezd fölzárkózni az Aegis Körmen, most 9 pontra visszajönnek. Savic tovább, Stokes megint odaütnek neki egy picit hátulról. Perl, és Savic észrevette. Sőt, megmenti Savic a labdát, óriásit vetődve. Stokes. White kipasszolja, Stokes megint az előbb bedobta, most is bedobja. Aláról érkezik. Közben a körmendi szurkoló tábor nem adja alá, tehát gyakorlatilag hangosabbak, mint a szombathelyiek. Íme. A hangulatra nem lehet panasz. És csak 4 pont most már a különbség. Jó a kosár. Egyébként 4 falttal játszik. White. Gordon. Kipasszolja. Durázi. Az is jó. Durázi második triplája, ami bemegy. Ugye mondanom sem kell, hogy kell a körmennek a kosár. Durázi. Jön White. Egy irányváltás Kidurázinak, tisztán. Bedobja. Durázi Christopher újabb 3 pontosával. 75-72. Egy triplányi csak a különbség. Ezért nagyon nem mindegy, hogy 75-73 vagy 75-70. Leütik. És megy a saját labdája után, így viszont 2 ér. Konstantinides jelzi, hogy majd időt szeretne kérni, nyilván akkor, hogyha a Falkó betalál. Elkezdődik a mérkőzés, utolsó perce, Váradi eladja a labdát, jöhet az Aegis Körmend. De egyelőre tehát nincsen időkérés, mutatja is Konstantinides. Egy duplával átverti a Körmend a vezetést, úgyhogy végig a Falkó kezében volt az irányítás. Savic beleáll a triplába és bedobja! Átveszi a vezetést az Aegis Körmend 77-75-re. Hát ez elképesztő már megint. Egy picit játszadozzunk el a gondolattal, hogy mi van akkor, ha ma ezt a meccset megnyeri a Körmend, hogy ott akkor pénteken, amikor a bajnoki címért lehet esetleg átszadni, na ott mi lesz Körmenden majd? Micsoda pokol? Per még fölnéz, 5 másodpercen belül Per megindul. Benke tisztán, de nem dobja be, és a körmendé a lepattanó. És most már végig ők támadhatnak, Stokesot lefaltolják, hogy ne menjen az idő, Stokes pedig menjen oda dobni 2. A világ szeme Stokeson, hogy a 2 büntetőjéből mennyit tud bedobni. Óriási füttyögés. De Stokesot ez nem nagyon zavarja. Az első bent. Kettővel vezet az Aegis Körmend. Viszont a 20 másodperc az még mindig nagyon sok idő. De azért, hogyha Stokes bedobja ezt is, akkor azért a 3 pont az nem kevés. Már pedig bedobja. 76-79, és így viszont még biztos, hogy marad az Aegis Körmendnek is ideje. Perl próbál lefordulni, nincs meg a betörés. Benke is megindul, kiszedik a kezéből a labdát, rávetődnek többen. Ha tartott labda, akkor viszont ez most a Körmendé. Mert az előbb a Falkó kapta meg, most a Körmend, és maradt 8,2 másodperc. Időt kér Konstantinides. Csalódottabb szombathelyi szurkolók elindulnak hazafelé, mintha már nem bíznának abban, hogy ez a meccs megfordítható. És eladják a labdát! És Durázi majdnem megszerzi! Keller, Lea, ott a... De hagyd dobják be, mert az csak 2-es! Mutatja Perl, hogy az kevés lesz, gyerekek! És Keller még odafaltol 4-nél, mert a 2-es az kevés. Hiába dobta be Barács, Perl Zoltán kétségbe esetten kérte a labdát, hogy hagyd dobjon egy 3 pontost. Elvileg 4-10 maradt, de lehet, hogy majd megnézik a játékvezetők ezt is, hogy az órát látják-e valamelyik képen. Egyelőre 2 dobás.
1,1 másodperc lesz ebből. Valószínűleg. Így van, már vissza is állítják. Ugye egyetlen egy pontos Aegis Kerman vezetésnél, és White dobhat majd kettőt. Konstantinides lehet ezt nem akarja elhinni, hogy 1,1. Vajon White mennyit dob be a kettőből? Ez az egy pont ugye elég lehet, tehát ha egyiket sem dobja be, akkor is megnyerheti még a Körmend ezt a meccset. De azért az első bent van. 80-78. Ha bemegy ez is, akkor csak hármassal egyenlíthet egyáltalán a Falco 1,1 másodperc alatt. Bemegy! És akkor nézzük, megkapja a labdát, Perl, eldobja, nincs bent, győz az Aegis Körmend a bajnoki döntő harmadik mérkőzésén, és ezzel 81-78 a vége, 2-1-re vezet a bajnoki fináléban. Ez egy igazi fordulat volt ezen a meccsen, mindössze ugye kétszer vezetett az Aegis Körmend, ahogy jeleztem, de hát a legjobbkor a végén, amikor kell, ahogy ugye mondani szokás, és így ez azt jelenti, hogy úgy megyünk pénteken Körmendre, hogy ha hazai pályán nyer a Körmend, akkor bajnok. 25 pontot dobtak az utolsó negyedben, messze a legtöbbet az egész mérkőzésen, a Falco pedig a legkevesebbet. Egészen drámai végjáték, megérdemelt körmendi győzelem, hiszen a szívüket, a lelküket kitették a pályára, és 2-1-re vezetnek a bajnoki döntőben. A körmendi szurkolók nem mozdulnak, és kihívják a csapatukat egy kis ünneplésre.